Nāsaknod anurāgata. Nāsaknod anurāgata. Nāsaknod anurāgata. Nāsaknod anurāgata. Utkantyād bāspa kalajāho. Utkantyād bāspa kalajāho. Samparetam sutam smaram. Samparetam sutam smaram. Samparetam sutam smaram. Samparetam sutam smaram. Bhavastavaya kritade. Bhavastavaya kritade. Nāsaknod anurāgata. Nāsaknod anurāgata. Utkantyād bāspa kalajā. Samparetam sutam smaran. Samparetam sutam smaran. Prabhu. Bhavastavaya kritade. Bhavastavaya kritade. Nāsaknod anurāgata. Nāsaknod anurāgata. Utkantyād bāspa kalajā. Utkantyād bāspa kalajā. Samparetam sutam smaran. Samparetam sutam. Bhavastavaya kritadir. Bhavastavaya kritadir. Nāsaknod anurāgataha. Nāsaknod anurāgataha. Utkantyād bāspa kalajā. Utkantyād bāspa kalajā. Samparetam sutam smaran. Samparetam sutam smaran. Bhavastavaya kritadir. Nāsaknod anurāgata. Utkantyād bāspa kalajā. Utkantyād bāspa kalajā. Samparetam sutam smaram. Samparetam sutam smaram. Köszönöm szépen. Bhavastavaya. Bhavastavaya. Hogy imádkozzon az Úr Sivához. Kritadi, bár úgy döntött, na, soha, asaknot, képes volt, anurágata, érezve, útkantját, lelkesedése miatt, báspakalajá, könnyekkel a szemében, Samparetam, halott, sutam, leányára, smaran, emlékezve. Köszönöm szépen, Srila Prabhupád fordítása. Daksa király imákat akart mondani az Úr Sivának, de amikor lánya Sati szerencsétlen halála jutott az eszébe, szeme megtelt könnyel, bánatában hangja elcsuklott, s egy szót sem tudott szólni. Mint egyik együtt. Daksa király imákat akart mondani az Úr Sivának. Daksa király imákat akart mondani az Úr Sivának. De amikor lánya Sati szerencsétlen halála jutott az eszébe. De amikor lánya Sati szerencsétlen halála jutott az eszébe. Szeme megtelt könnyel. Szeme megtelt könnyel. Bánatában hangja elcsuklott. Bánatában. És egy szót sem tudott szólni. És egy szót sem tudott szólni. Köszönöm. A következő vers. Kricsát samstabja csamana prema vihvalitas sudi sasamsa nirvyalikena bávénésem prajápati. Ekkor Daksa király, akit a szeretet és ragaszkodás érzése kínzott, valójában magához tért. Nyugalmat erőltetett magára, uralkodott érzésein, és tiszta tudattal imákat kezdett zengeni az Úr Sivához. 13. vers. Daksa uvácsa, bújám anugraha ahóba vája kritómé, dandyasztva jámai britójadapi pralabdja, nabramma bandusú csavám bagavan avagyám, tubjam harés csakuta éva drita vratésu. Daksa király így szólt. Kedves Uram Siva, nagy sértést követtem el ellened,
Te azonban olyan kegyes vagy, hogy ahelyett, hogy visszavontad volna kegyedet, megáldottál vele, amikor megbüntettél. Te és az Úr Visnu sohasem feledkeztek meg még a haszontalan, nevükhöz méltatlan brámanákról sem. Miért ne törődnél hát velem, aki áldozatokat mutatott be? Srila Prabhupád magyarázata. Bár Daksa érezte, hogy vereséget szenvedett, mégis tudta, hogy büntetése az Úr Síva nagy kegye volt. Emlékezett arra, hogy az Úr Síva és az Úr Visnu sohasem fordítanak hátat a brámanáknak, még akkor sem, ha azok néha nem rendelkeznek a szükséges tulajdonságokkal. A védikus civilizációban egy brámana család leszármazottjára sohasem szabad súlyos büntetést mérni. Jó példa erre az, ahogyan Arjuna Aswatthamával bánt. Aswatthama egy kiváló brámana Dronácsárja fia volt, és annak ellenére, hogy elkövette azt a hatalmas bűnt, hogy álmukban megölte a Pándavák fiait, amiért még az Úr Krisna is elítéltem, Arjuna megbocsátott neki, és nem ölte meg, mert egy brámana fia volt. Brahma bandusú szó, amivel ebben a versben találkozunk, nagyon jelentőségteljes. A Brahma bandu arra az emberre utal, aki brámana apától születik, de nem brámanához méltóan cselekszik. Az ilyen ember nem brámana, hanem Brahma bandu. Daksáról bebizonyosodott, hogy Brahma bandu. Egy kiváló brámana apától, az új Brahmától született, de hogy az Úr Sivával bánt, az nem volt éppen brámanához illő, ezért belátta, hogy nem tökéletes brámana. Az Úr Síva és az Úr Visnu azonban szeretettel fordulnak még egy olyan tökéletlen brámana felé is. Az Úr Síva és az Úr Visnu azonban szeretettel fordulnak még egy tökéletlen brámana felé is. Az Úr Síva nem úgy büntette meg Dangsát, mintha az ellensége lett volna. Ellenkezőleg azért fenyítette meg, hogy észhez térítse, hogy megértesse vele, hibát követett el. Daksa megértette és belátta hibáját, és felismerte azt is, milyen kegyes az Úr Krisna és az Úr Síva hozzá hasonló elesett brámanákhoz. Bűnös volt ugyan, mégis megfogadta, hogy bemutatja az áldozatot, mert ez a brámanák kötelessége, és így imáival az Úr Sívához fordult. Om Agyána Timirendasya Gyána Anjanasya Lákaya Csakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Shivam Swamiti Namni. Még egyszer versek. Bavasztavája kritadi násaknot anurágatam, ótkantját báspakalajá szamparétám szutám szmaram. Daksa király imákat akart mondani az Úr Sívának, de amikor lánya Szati szerencsétlen halálú jutott az eszébe, szeme megtelt könnyel, bánatában hangja elcsuklott, és egy szót sem tudott szólni. Ekkor Daksa király, akit a szeretet és ragaszkodás érzése kínzott, valójában magához tért. Nyugalmat erőltetett magára, uralkodott érzésein, és tiszta tudattal imákat kezdett zengeni az Úr Sívához. Daksa király így szólt, kedves Uram Síva, nagy sértést követtem el ellened, te azonban olyan kedves vagy, hogy ahelyett, hogy visszavontad volna kegyedet, megáldottál vele, amikor megbüntettél. Te és az Úr Visnu sohasem feledkeztek még meg, míg a haszontalan nevükhöz méltatlan brámanákról sem. Miért ne törődnél hát velem, aki áldozatokat mutatok be? Ugye itt Daksa kijózanodott. Ugye elég sokáig tartott, és elég sok minden kellett hozzá, hogy kijózanodjon. Komoly büntetéseket kapott, de akkor kijózanodott végül. És akkor tudott megfelelő hangulatban, tudta megfelelő hangulatban látni az előző eseményeket, és tudott megfelelő hangulatban fordulni az Úr Síva felé. És gyakorlatilag, ugye ez mindenkinek a feladata, hogy ki tudjon józanodni. Mert itt az anyagi világban mindenkit áthat ez a büszkeségnek a mámora valamennyire. Valakiket jobban, valakiket kevésbé, de valamilyen szinten ott van, mert
ugye azonosítjuk magunkat ezzel az anyagi testtel. És azért látjuk úgy a világot, ahogy látjuk, mert van egyfajta hamis azonosításunk. Ugye felmerül a kérdés, ki tudja azt, hogy ki írta le a Srimad Bhágavatamot? Srila Vyászadév. És hallottad, és ugye itt, amikor olvassuk a Srimad Bhágavatamot, ezek nagyon sok helyről jönnek ezek a történetek. Ugye itt Daksáról hallunk, aki az Úr Sivával került összetűzésbe, és ez gyakorlatilag a Prajápatik és a félisteneknek a bolygóin játszódik. Akkor vannak olyan események, amik itt a Földön játszódnak, vannak olyan események, ahol más-más bolygókon. Hogyan gyűjtötte össze Srila Vyászadév ezt a sok információt, hogy honnan szedte össze ezeket a történeteket? Úr Krisnának az irodalmi inkarnációja, igen, neki megvan a tudása hozzá. Igen, ez teljesen jó. De mit csinált Vyászadév? Honnan látja ezeket az eseményeket? Ugye, mert itt gyakorlatilag nagyon pontos, hogyha megnézitek, nagyon pontos leírások le vannak írva, hogy hogy néz ki a környezet, le vannak írva, hogy kik vannak jelen, le vannak írva, hogy mit mondtak azok a személyek, van, amikor az is le van írva, hogy hogyan gondolkodtak azok a személyek. Hogyan látja? Akárhova el tud menni lelki testébe. Aha, igen. És akkor Nárada Muni elmesélte neki. Aha, igen. Jelen vagy minden eseménynél, mint felsőleg. Igen. Ugye, mert több szempontból lehet ezt megközelíteni, hogy hogyan írta le Srila Vyászadév. Ugye, vagy hallott, ugye, vagy hallottak. Ugye, Srila Vyászadév itt van már nagyon régóta, nem csak, ugye, 5000 év telt el a Srimad Bhágavatam és a Bhagavad Gita lejegyzése óta, és Srila Vyászadév a Dvápara Yuga elején jelent meg, úgy írja a Srimad Bhágavatam. És akkor leírja ezeket az eseményeket, amit igen, vagy hallott, vagy személyesen ott volt, van, amikor úgy látjuk, hogy személyesen is ott volt, vagy van egy másik opció, hogyha Srila Vyászadév, ugye Trikalagya, hogy látja a múltat, a jelent és a jövőt, és hogyha van vágya, ugye, hogy akarja látni, hogy mi történt Daksa királynak az áldozati arénájában, akkor ő tudja látni a szívében. És amit lát a szívében, akkor azt lejegyzi. És ez a fajta látás, ez olyan, mint amikor valaki, vagy inkább hasonló, mint amikor mi nézünk televíziót, manapság már a fiatalok nem néznek, akkor YouTube-ot, vagy Facebookon a videókat. És gyakorlatilag, amikor van vágya, hogy akar valamit látni, akkor ezt tudja látni a szívében. És akkor tudja látni, hogy mi történik. És gyakorlatilag mindannyiunknak a szívében van egy televízió. Mindannyiunk szívében van műsor. Itt a kérdés, hogy milyen műsor megy. Mert nem biztos, hogy ugyanazt tudjuk látni, mint Srila Vyászadév. Ugye, hogyha például, ugye itt olvassunk Daksa királynak az áldozatáról. És ugye itt vannak a Srimad Bhágavatam versei. Itt vannak hozzá Srila Prabhupádnak a magyarázatai. És amikor mi egy megfelelő tudatban vagyunk, akkor ezt mi is tudjuk látni.
a szívünkben. Vannak Visvanát Csakrati Takurnak a magyarázati a Srimad Bhagavatamhoz, vannak a Bhagavad Gitához is. És a magyarázatokban leír párbeszédeket. Leír olyan párbeszédeket, hogy ugye van egy vers, és akkor utána van egy olyan párbeszéd, ami nincs leírva közvetlenül a Srimad Bhagavatam versben, de Visvanát Csakrati Takur akkor beleírja a magyarázatba. Vagy ugyanúgy a Bhagavad Gita-ban is vannak ilyen belső párbeszédek, ami nincs benne a Bhagavad Gita verseibe. Honnan tudja ezt? Ugye, mert ő is teljesen tiszta, és akkor ő is tudja látni, hogy mi történik a kurukshetrai csatamezőn. Ugyanúgy, ahogy Sanjaya látta. Ugye Sanjaya megkapta Srila Vyászadévtől. Ugye Srila Vyászadév nem volt ott a kurukshetrai csatánál. És Sanjaya és Dhritarashtra se volt ott a kurukshetrai csatánál. De amikor mielőtt elkezdődött a kurukshetrai csata, akkor Srila Vyászadév elment Dhritarashtrához, ugye az ő fia volt Dhritarashtra. Gyakorlatilag. És akkor mondta neki, hogy én adom az áldásomat, hogy visszakapjad a látásodat. És akkor Dhritarashtra mondta, hogy hát én nem biztos, hogy vissza akarom kapni a látásomat. Ugye most jön a kurukshetrai csata, hogy nem, én nem akarom látni, hogy akkor az egész dinasztia gyakorlatilag kipusztul. És akkor Dhritarashtra nem szerette volna visszakapni a látását, ugye? Miért volt Dhritarashtra vak? Mert vak akart maradni. Tehát, hogy nem csak lelkileg, hanem fizikálisan is vak volt. De Srila Vyászadév akarta, hogy Dhritarashtra tudjon ezekről az eseményekről. És akkor felhatalmazta Sanjayát, aki Vyászadévnak a tanítványa volt, és adta neki az áldást, hogy akkor te fogsz mindent látni, ami a kurukshetrai csatatéren zajlik, fogsz mindent hallani, amit mondanak a katonák, és fogod érteni, hogy mit gondolnak. Ugye ez extra a YouTube-hoz képest, hogy nem csak, hogy látják, hallják, hanem még értik, hogy mit gondolnak azok a katonák. És ezért Sanjaya el tudta mondani Dhritarashtra királynak. Ugye Kurukshetrán zajlott a csata, és Dhritarashtra és Sanjaya ők Hasztinapurban voltak. Nem ugyanazon a helyen voltak, nem kiültek a domb tetejére és nézték a háborút, hanem akkor ott voltak sok kilométerre, azt hiszem, milyen messze van Kurukshetra, de hát itt biztos egy 100 kilométerre legalább. Tehát, hogy elég messze volt. És Sanjaya mindent tudott látni, mert megkapta ezt a felhatalmazást. És amikor valakinek tiszta a szíve, és kap felhatalmazást, és van rá vágya, akkor tudja ezt látni. Lehet, hogy mi nem tudjuk azt látni, amit Srila Vyászadév, vagy amit Sanjaya látott, de mi is látunk valamit a szívünkben. Mi az, amit mi látunk a szívünkben? Nekünk is megy valamilyen műsor a szívünkben. Nem biztos, hogy a Srimad Bhagavatam vagy a Bhagavad Gita műsora megy még. Milyen műsor megy? Milyen műsor mehet a szívünkben? Barátok közt. Ugye nekünk is van valamilyen műsor a szívünkben, ami az anyagi vágyainkkal van összhangban. Ugye, mert az anyagi vágyainkkal tudjuk kapcsolni a csatornákat, és azon múlik, hogy mit tudunk felkapcsolni, hogy hogyan azonosítjuk magunkat. És gyakorlatilag a lelki élet az egy gyakorlás arra, hogy több mindent tudjunk látni a szívünkben, vagy jobb csatornákat tudjunk látni a szívünkben, mert mindenkinek van valamilyen csatorna a szívében. Sajnos valamikor valakinek horrorfilmeket vetít ez a csatorna. Ugye van, amikor valaki annyira elmerül a szorongásban, a depresszióban, hogy miért merül el? Azért, mert ami a belső műsor az nagyon rémisztő. És akkor, amikor azonosulunk azzal a rémisztő műsorral, ami bent van a szívünkben, akkor nagyon, nagyon rosszul érezzük magunkat. Ugyanúgy, mint amikor valaki egy horrorfilmet néz a moziba, és valami nagyon ijesztő jelenet történik éppen, akkor felsikoltanak a nézőtéren.
nem történik velük semmi. Ugye miért történik ez? Mert beleélik magukat az eseményekbe. És ugyanígy mi is beleéljük magunkat azokba az eseményekbe, amik történnek kívül, vagy valamikor beleéljük azokba az eseményekbe, abba a filmbe magunkat, amit történik belül a szívünkben, amit a szívünkbe közvetítenek. Nem mindenki ugyanazt látja kívül, és nem mindenki ugyanazt látja belül. Mert amit belül látunk, az a belső, az fogja vezetni az elménket, hogy mit látunk kívül. Lehet, hogy valaki két személy ugyanabban a külső szituációban van, de teljesen mást lát. Azért, mert más van belül. Ugye van, amikor csinálják ezt a kísérletet, hogy van egy olyan rajz, ami kétféleképpen is lehet értelmezni. Hogyha ugye nekem is mutattak egy olyat, hogy volt egy kép, és lehetett nézni, hogy egy öreg nő van rajta, és lehetett azt is látni, hogy egy fiatal van rajta. És akkor két csoportra osztották a társaságot, és az egyiknek mutattak azt a képet, ami rajta volt, egy egyszerű formában, ami az öreg nőt mutatta. És a másiknak mutatták egy olyan képet, ami hasonló formában egy fiatal nőt mutatott. És amikor megmutatták a második képet, ez a csoport öreg nőt látott benne, a másik csoport ugyanabba a képbe egy fiatal nőt látott. Ugye, mert volt egy belső kondicionálás, hogy előtte mutattak nekik egy ilyen képet, a másiknak meg egy olyan képet. És ugyanígy van egy külső esemény, egy külső szituáció, amiben benne vagyunk. De ahhoz, hogy attól függően, hogy mi a belső kép, mi a belső műsor, ugyanazt a szituációt két különböző ember különbözőképpen fogja értelmezni. És ezért nem mindegy, hogy milyen csatornát nézünk belül. Itt a következő kérdés az lehet, hogy hogyan tudunk váltani a csatornán. Ugye, mert hogyha a belső műsor befolyásolja, hogy hogyan értelmezzük a külső műsort, hogy mit tapasztalunk kívülről, akkor a következő kérdés, hogy hogyan tudjuk változtatni a belső műsort, hogyan tudjuk átkapcsolni a csatornát, hogyan tudunk elindítani, hogyan tudunk kikapcsolni egy rossz videót, és hogyan tudunk elindítani egy jobb videót belül. Mit gondoltok? Valakinek ötlet? Társunk azokkal, akik megkapjuk az egyiket, áldásukat, és akkor az áldásukból egy kicsit így átszíneződik a csatornát is. Igen, tehát, hogy társunk azokkal, akik másképp látják a világot, akiknek belül más film megy. Mert mindenkinek megy valamilyen film, kivétel nélkül valami megy, valamilyen csatorna. Ugye van a tudatlanságnak is van csatornája, a szenvedélynek is van csatornája, a jóságnak is van csatornája, a transzcendentális szinten is vannak különböző csatornák. Tehát, hogy nagyon, nagyon széles a skála. És nem mindenki ugyanazt látja belül, és nem mindenki ugyanazt látja kívül. Hogyha megnézik, itt rengeteg információ van körülöttünk lévő világban. De nem mindenki ugyanazt fogja észrevenni ugyanazon a helyen. Mondott Srila Bhaktivedya Purna Maharaj egy példát. Ugye, hogyha van egy konyha, és abban a konyhában egy háziasszony főz. És akkor, hogyha bemegy mondjuk egy lakberendező abba a konyhába, ahol az a hölgy éppen főz, akkor azt fogja észrevenni, hogy milyen bútorok vannak benne, hogy van felszerelve a konyha, mennyire modern, és milyen fajta stílusa van az egésznek. Ő azt fogja észrevenni benne. Hogyha bemegy egy gyerek a konyhába, ahol főz az a fiatal hölgy, ő egy dolgot fog észrevenni, hogy milyen ennivaló van, hogy akkor mit lehet megenni. És hogyha bemegy egy fiatal férfi, akkor mit fog észrevenni? A nőt fogja észrevenni. Tehát, hogy ugyanaz a helyzet,
De mivel más a beállítottságuk, csak ugyanabból a helyzetből mást fognak észrevenni. És velünk is így van, hogy itt van a körülöttünk lévő világban rengeteg információ van, mint mi a sokfajta információból csak egy részét tudjuk tapasztalni. De azt a részét fogjuk tapasztalni, ami a belső feltételekhez kötöttségünk. Nem ugyanazt fogjuk látni. Ugyanígy, hogyha mondjuk lehet, hogy bejön ide egy vendég, akkor látja, hogy milyen tisztaság van. Lehet, hogyha bejön Srila Sivaram Maharaj, akkor ő megtalálja azt, hogy hol nincs tisztaság, és akkor látja, hogy ott még kell takarítani. Ugye valaki bejön, és azt mondja, hát itt ilyen nagyon-nagyon nagy tisztaság van, de hogyha megnézi az ő szempontjából, akkor egy másik dolgot fog mondani. Tehát, hogy ugyanígy, tehát, hogy nagyon széles a skála. Emlékszem, egyszer Médja Mataji mesélte, hogy ugye ott minden nap nagyon szépen kitakarítják az ő házát, mert ő nagyon, nagyon akarja a tisztaságot, nagyon elvárja a tisztaságot, mert pontosan azért, hogy a külső tisztaság hat a belső tisztaságra, és nem mindegy, hogy mit tud valaki akkor látni, vagy mit tud tapasztalni, amikor énekli a Hare Krishna mantrát, amikor olvassa a Srimad Bhagavatamot. Mert amilyen a tisztaság, olyan mélyre tudunk menni. Mert ugyanígy ezek a versek, ezek olyanok, mint ilyen képkockák. Ugye felolvastuk ezt a három verset a mai versről, ezek képkockák. És amikor valaki mélyen bele tud ebbe menni, akkor el tudja indítani azt a képkockát, ugyanúgy, mint YouTube-on. Ugye van valaki megnyitja a YouTube csatornát, akkor van egy csomó videó, amit felkínál a YouTube, és akkor van ott az a kis jel, hogyha valaki arra rákattint, akkor elindul az a videó. Ugyanígy ezek a versek, ezek ilyen kis képek, amit el lehet indítani. És akkor valaki tudja látni, hogy akkor mit mond Daksa, mit válaszol rá az Úr Shiva, mi történik. Ugye Daksa éppen most kecskefejjel szerepel ezekbe a versekbe, akkor lehet látni azt a képet. Srila Prabhupád azért kérte a tanítványait, hogy képeket fessenek, ugye. Itt van például, amikor pont ahol járunk, hogy akkor ott van az Úr Shiva, és Daksa király imákat ajánl az Úr Shivának kecskefejjel. És akkor ez egy kép. És nagyon érdekes, hogy ez pont ez a Daksa király, akit a szeretet és ragaszkodás érzése kínzott, valójában magához tért, nyugalmat erőltetett magára, és tiszta tudattal imákat kezdett zengeni az Úr Shivához. Ez pont a mai egyik versnek a képe. De gyakorlatilag az összes vershez van ilyen kép, csak lehet, hogy a festők nem festették meg az összeset, de léteznek ezek a képek. És amikor be tudunk hatolni ennek a misztériumába, akkor el tudjuk indítani mi is, de ahhoz kell egy tiszta szív. Ez, hogyha a szívünkbe a szenvedély, tudatlanság dominál, akkor nem történik. De amikor olvassuk a Srimad Bhagavatamot, halljuk a Srimad Bhagavatamot, akkor történik a tisztulás. És a Bhagavad Gita Srimad Bhagavatam hallásának kell, hogy legyen következmény, hogy változik a hamis egónk is. Mert ami akadályozza, hogy mi mást tapasztaljunk, az a hamis egó. Ugye, ami említettem az előző példát, az egyik lakberendezőként azonosította magát, a másik egy kisgyerekként, a harmadik egy fiatal férfiként, és ez az azonosságuk, ez az önazonosságuk meghatározta, hogy mit fognak abból a képből látni. Ugyanígy a Srimad Bhagavatamot milyen önazonossággal lehet látni? Vagy milyen önazonossággal lehetne látni? Mi kell ahhoz? Mit tippeltek? Igen, csak ez is, egy örökkévaló lélek vagyok, Krishna örök szolgálja. Örökkévaló lélek vagyok, Krishna örök szolgálja. Tehát, hogy ez az egyik aspektus, hogy kell egy helyes azonosítás, mert hogyha én az anyagi világhoz tartozónak vallom magam, ugye itt vagyunk ideiglenesen ebbe a világba, ebbe a testbe.
60, 70, 80, 100 évig, valameddig. És ez alatt az idő alatt ugye tudjuk változtatni a hamis azonosságunkat, de hogyha nem változtatjuk, akkor marad az a látás, ami most van. Akkor nem fog változni. Hogyha változik az azonosságunk, tisztítjuk ezt az azonosságot, akkor más tudunk látni. De mi kell még ahhoz, hogy valaki ezt tudja látni? Ez az egyik, hogy kell egy másik hamis azonosság, vagy nem hamis, egy tiszta azonosság. Krisna kegye kell még hozzá, igen, kell Krisna kegye is hozzá. És még mi kell hozzá? Pontosan. Tehát, hogy ahhoz, hogy a Srimad Bhagavatam oldali megelevedjenek a szemünk előtt, vagy a belső látásunk előtt, akkor szükséges egy helyes azonosság, hogy én ugye kell egyfajta, ugye, mert a belső televízió az a egón tükröződik. És hogy mi az ego, akkor az meghatározza, hogy mi a kép. Akkor kell hozzá, ugye, ugyanúgy, ahogy valaki a YouTube-ot akarja nézni, akkor kell hozzá legalább egy internet kapcsolat. Kell hozzá, ugye, hogy egy internet szolgáltató, aki biztosítja ezt a lehetőséget. És ezt a lehetőséget a legfelsőbb személy kegye biztosítja. És az, hogy melyik videót fogjuk nézni, az meg a mi vágyunkon függ, hogy melyik érdekel bennünket. De ugyanúgy van az anyagi világban is, hogy amit látunk, az függ azon, hogy milyen a hamiságunk, függ azon, hogy milyen jámbor vagy bűnös tetteket végeztünk, hogy mi a karmánk előző életből, hogy mi az, ami engedélyezett a számunkra, és a harmadik, hogy mi a mi vágyunk. És ez határozza meg, hogy most mi látunk, hogy most mit látunk. És akkor ezt kell változtatni a hamis egót, kell tisztítani a karmát odadó szolgálattal, és kell, hogy legyen tiszta vágyunk. Mert hogyha a vágy nem tiszta, hogy ugye egy csomó karma beszennyez minket, és a hamis egó nem tiszta, akkor marad az a látásmód. És gyakorlatilag a lelki élet gyakorlása ezt teszi lehetővé, hogy tudjunk mást látni. És tudjunk mást látni a valóságból. Mert ez nem egy... Ugye, amit leír a Srimad Bhagavatam, az nem egy mese. Sokszor valamikor, ugye, főleg indológusok mesélnek, hogy ezek mítoszok. De várjál, miért lenne mítosz? Azért, mert az ő felfogása szempontjából ez elképzelhetetlen. Mert ő nem ezt látja. De persze, hogy te nem ezt látod, azért, mert nem abban a tudatban vagy. Akik a megfelelő tudatban vannak, akkor azok tudják látni ezt. Ha valaki nincs megfelelő tudatban, akkor nem tudja ezt látni. És lehet, hogy még mi is ilyen vagyunk a megfelelő tudatban, de próbálunk megfelelő tudatban lenni, próbálunk haladni afelé, hogy a megfelelő tudatban legyünk. És ezért fontos hallani a Srimad Bhagavatamot, ezért fontos olvasni a Srimad Bhagavatamot, hogy tisztítsa a tudatunkat, hogy amikor, ugye van a Srimad Bhagavatam első nekében egy nagyon, nagyon szép vers, Sinvatár Szokatá Krisna Punyasra van a kirtana, Ridyantasztója Badráni Vidunóti Ritszatán. Az Úr Krisna, aki a felső lélek minden élőin szívében és az őszinte bakta jótevője, megtisztítja az anyagi élvezet utáni vágytól annak a baktának a szívét, akiben felébredt a vágy, hogy hallja az ő üzenetét, melynek megfelelő hallgatás és elmondása már önmagában jámbor tett. Tehát, hogyha valaki hallja a Srimad Bhagavatamot, ami már önmagában jámbor tett, ugye ez egy lelki jámborság, ez nem egy anyagi jámborság, akkor elkezd tisztulni a szív. És Krisna segít, hogy tisztuljon a szív, és a Srimad Bhagavatam segít abban, hogy más vágyaink legyenek, ugye, mert a Srimad Bhagavatam más dicsőít. Ugye az anyagi irodalom, vagy az anyagi hangvibráció, az anyagi filmek, azok másfajta vágyakat dicsőítenek. Mindenfajta irodalom, mindenfajta film dicsőít valamit. De nem ugyanazokat a dolgokat.
ugye valamelyik dicsőíti a szexuális életet, valami dicsőíti az hősiességet, hogy te legyél a hős, mint nem tudom, valamilyen hős, akkor te ez legyél, az legyél. Dicsőít valami fajta vágyakat, valamilyen fajta vágyat ébreszt, javasol valamit, és próbálja megmutatni, hogy akik így cselekszenek, azok hogyan érzik magukat. Gyakorlatilag ezek a filmek, ezek is puránák. Csak nem szatvikusak, hanem rajaszik, tamaszik puránák, amik megtanítják, hogy hogy kell a rajagúnába és a tamagúnába lenni. Ezek oktató videók gyakorlatilag, hogy valaki egyfajta látásmódja rendelkezzen. És hogyha szeretnénk más tapasztalni, akkor a Srimad Bhágavatam lehetőséget nyújt ehhez. Ugye itt még beszél a vers és a magyarázat arról, hogy ugye Daksa ő bánkódott azon, hogy nem volt megfelelő brámana. Ugye a brámanáknak a jóság kötében kellene lenniük, vagy abban vannak a megfelelően képzett brámanák, de akkor Daksa belátta, hogy nem megfelelő helyzetben volt, nem megfelelően viselkedett, nem brámanához illően viselkedett, akiknek a jóság kötébe kéne lenniük. És ugye itt is van, hogy egy brámana, ez más tapasztal a világból, mint aki a szenvedélyben és a tudatlanságban van. De Daksa úgy viselkedett, mint aki a szenvedélyben és a tudatlanságban van. Ugye, de amikor itt mondja a Bhágavatam, hogy magához tért, akkor elkezdett bánkódni azon, hogy hogyan viselkedett a lányával. Amikor a tudatlanság és a büszkeség uralta a tudatát, akkor nem aggódott azon, hogy akkor megsérti a lányát, megsérti az Úr Sivát. De most már, amikor magához tér, a megfelelő tudatban van, akkor mást tapasztal. És gyakorlatilag a lelki gyakorlatainkkal tudjuk mérni. Oké, hogy ez mennyire sikerül, amikor éneklem a Hare Krishna Mahamantrát, hogy mi történik velem, hogy akkor csak próbálok ébren maradni, az a fő erőfeszítésem, amikor hallgatom a Srimad Bhágavatamot, vagy hallgatom a Szent Nevet, hogy próbálok ébren maradni, vagy hogyha már az ébren maradás az megy, de hogy a gondolataim teljesen máshol vannak, teljesen más irányba vannak, vagy hogyha nem alszom el, és a gondolataim nem kalandoznak el, akkor tudok-e fókuszálni arra a témára, ami éppen kell, mert akkor innen tudom ellenőrizni. Innen tudom ellenőrizni, hogy jól csinálom-e. Változik ez az önazonosítás, mert amikor nem vagyunk a testi tudatba, akkor nem hat a testnek a tudatlansága ránk. Hogyha nem azonosítjuk magunkat az elmével, akkor az elmének a csapongása akkor nem hat a hallásunkra. És amikor a önvalóként vagy Krisna szolgálként azonosítjuk magunkat, akkor más tudunk belül tapasztalni. Jó, ehhez van esetleg valakinek kérdése, hozzáfűzése, ellenvetése. Uh-huh. És akkor ugye mondtad el ezen az alapságra is, hogy nem változtatjuk meg, akkor mindig ugyanaz marad, ami. Viszont először gyakorlatilag erőszakkal kell megváltoztatnom azon az alapságomat, mert én elégszem, hogy az vagyok, ami én ez vagyok, én ez a test vagyok, én ez a név vagyok, ez vagyok. És akkor be kell adnom magamnak, hogy én nem is ez vagyok, hanem valami más. És akkor dzsapázás közben is időnként feljön a valódi önazonosság, ami meglepődik rajta, hogy mondtak, hogy kerültél ide. De hogy még nem teljesen tudok vele azonosulni nyilván, hogy én egy örökké való élek vagyok. Uh-huh. És akkor ez időben átfordul. Uh-huh. Teljes természetességé is, és minden más lesz, egyszerűen csak nevetséges. Uh-huh. Igen. Élettelen dzsapa vagy élő dzsapa, ugye? Amikor kényszeríteni kell az elmét, hogy hallja,
akkor az élettelen, és amikor természetessé válik, akkor élővé válik. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag ez egy gyakorlat. És a gyakorlat az azt jelenti, hogy van benne erőfeszítés. Tehát, hogy amikor ugye szádana, az azt jelenti, hogy teszünk erőfeszítést. És az erőfeszítés az azt jelenti, hogy az nem mindig könnyű, hanem kell valamit erővel csinálni, vagy kell valamit erőltetni, vagy kell valamilyen energiát beletennünk. És amikor valakinek már ez megy, akkor minden csak spontán tud történni. És igen, sajnos a mi helyzetünk az az, hogy annyi társultunk az anyagi energiával, és annyira azonosítjuk magunkat vele, hogy már az természetes, hogy ez a test vagyunk, vagy azt gondoljuk természetesnek. Ugye ez már teljesen beleéltük magunkat a hamis azonosságba. És akkor ezt kell visszaállítani. És ez igen, eltart egy ideig. Attól is függ, hogy mennyi ideig, hogy mennyire jól csináljuk. Valakinek ez több idő, valakinek kevesebb idő, vagy valaki, aki már elkezdte előző életben és eljutott valameddig, akkor már ő haladt valamit ebbe a folyamatba. De ugye ezt a erőltetett meditációt, azt úgy hívják, hogy mantrópászana, és amikor erőfeszítést nélkül megy, folyik, akkor úgy hívják, hogy szvarászíki, hogy akkor nem kell erőfeszítést tenni, csak folyik. Ugye ugyanúgy, mint egy folyó, ahogy folyik, akkor megtalálja az útját. Ugyanígy, amikor valaki csak természetesen tud a legfelsőbbre gondolni, akkor megtalálja, akkor nem kell külön erőfeszítést tenni ezért. De most még nem ez a helyzetünk, most még sajnos ott van ez a hamis azonosítás. De akkor mindig, amikor nem a megfelelő tudatban vagyunk, fel kell tenni a kérdést, hogy én biztos ezt a tapasztalatot akarom, ami most van. Mert azt gondoljuk, hogy amit tapasztunk, az a világ. Amit tapasztalunk, az a világnak a reakciója a mi tudatunkra. Tehát, hogy a tudatunkkal kiveszünk egy részt a körülöttünk lévő világból. És akkor mondhatjuk, hogy a világ ilyen meg olyan. A világ az azt mutatja, milyen a tudatunk. Amit mondtam, ugye Viktor Frankl-nak a történetét, aki ott volt Auschwitzban, ami gyakorlatilag a földi pokol. És a legtöbb ember úgy élte meg az emberek 99,999%-a. De mivel ő más tudatban volt, akkor a földi pokolban teljesen boldog és kiegyensúlyozott volt, ami egy külön, ilyen nagyon nagy eredmény, mert ott nagyon nem könnyű olyan tudatban lenni. És ennek a fordítottja is igaz, hogy valaki lehet a földi paradicsomban, hogy minden jó körülötte, és de hogyha belül pedig tapasztalhat, míg eközben pokolott. Vannak olyan emberek, akik felső 10,000-hez tartozik, mindenük megvan, minden, ami létezik, megvan, és még mindig frusztráltak, mert már nem tudják, hogy akkor mit csináljanak. És akkor lehet, hogy öngyilkosok lesznek. A öngyilkossági ráta a felső 10,000-ben magasabb, mint a szegényebb embereknél. Érdekes, hogy miért? Azért, mert amit boldogságnak gondoltak, azt elérték, és még mindig nem boldogok. Mert az anyagi dolgokban nincs benne ez a potencia. És amikor vannak szegényebb emberek, akkor remélik majd, hogyha gazdag leszek, hogyha híres leszek, hogyha ez lesz, az lesz, akkor majd boldog leszek, és akkor a répa be van lógatva eléjük, és akkor mennek. De amikor valaki már elérte a répát, és akkor még mindig nem boldog, akkor felmerül a kérdés, akkor hogyan tovább. És hogyha nincs egy helyes útmutatása számukra, akkor könnyen beleeshetnek ebbe a csapdába. És ezért kell, hogy legyen a helyes útmutatás, és a Srimad Bhágavatam megadja a helyes útmutatást ehhez. És addig, amíg ugye nem azt tapasztaljuk, amit leír a Srimad Bhágavatam, akkor kell követni a Srimad Bhágavatamnak az utasításait, hogy ugye mi az út ahhoz, hogy elérjük azt a tapasztalatot. Ugye van a szambanda, a Vidya Prayojan szambanda, hogy kik vagyunk mi a körülöttünk lévő világ, kicsoda Krishna, az
a prajujjan, hogy mi a cél, és a abidéja, hogy mi a út a kettő között. És hogyha nekünk van egy célunk, hogy akarunk egy tiszta szívet, amivel lehet tiszta boldogságot tapasztalni, amivel lehet látni, amit van a Srimad Bhágavatamban, akkor kell követnünk azokat az utasításokat, amihez kell erőfeszítés. Ugye, és a számunkra ez, hogy énekeljük a Szent Nevet. Próbáljuk hallani a Szent Nevet, ha bár sokszor elkalandozik az elménk. Próbáljuk olvasni, tanulni a Srimad Bhágavatamot. Habár lehet, hogy amikor valaki próbálja olvasni, akkor lehet, hogy belealszik, miközben olvassa a Srimad Bhágavatamot. De hogyha nem csak próbáljuk olvasni, hanem próbáljuk tanulni a Srimad Bhágavatamot, próbálunk kérdéseket feltenni, akkor kezdünk mélyére menni. És amikor elkezdünk kérdéseket feltenni, akkor kezdnek jönni a megértések. És amikor jön a megértés, és ezt a megértést alkalmazzuk a mindennapi életünkben, akkor elkezdünk más tapasztalni. Más lesz a tapasztalat. Főleg, hogyha tegyük fel, hogy én nem ez a test vagyok, hanem örökkévaló lélek. Mit tapasztalna ebben a helyzetben egy örökkévaló lélek? Ugye ezek kérdések. Tegyük fel. Lehet, hogy még nem tudom lélekként azonosítani magam. Lehet, hogy még nem tudom Krisna szolgálként azonosítani magam. De tegyük fel, mi történne akkor, hogyha én örökkévaló lélekként látnám ezt a helyzetet? Akkor hogy nézne ki ez a helyzet az örökkévaló lélek szempontjából? És hogyha csak felteszed ezt a kérdést, akkor kezd a helyzet, kezdi a másik képét mutatni. Jó? Más kérdés esetleg? Hogyha nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Rantarát Simát Bhágavatam ki, jaj, Srila Prabhupád ki, jaj, Jainitáj Góra Prémanandé, Góra Bhakta Vrinda ki, jaj.